Az Újra dolgozni Tolnában Egyesület négy alkalomból álló sorozatával a kötődést szeretné növelni mindazokban, akik szeretik lakóhelyüket. Vejszni Szabó Magdolna a szervezet titkára azt mondja, az identitás erősítéséhez elengedhetetlen a múlt történetének ismerete. Freud körülbelül úgy fogalmazott, hogy egészséges ember az, aki szeretné és dolgozni tud. Az egyesületünk ugye az Újra dolgozni Tolnában Egyesület, ezt nagyon alapmotívumként tekinti, és a munka mellett a szeretet az egy nagyon lényeges elem. És annak az alapja a kötődések. És úgy véljük, hogy annál egészségesebb egy ember, minél erősebbek a kötődései. Ebben a felhívásban, mire reagáltunk, amúgy is volt egy olyan szempont, hogy jó, hogyha figyelembe vesszük a helyi identitást erősítő tevékenységeket. És ez így nagyon egybecsengett az amúgy is meglévő terveinkkel, vagy szempontjainkkal. Tehát az már egy társadalmi probléma is, hogy az elidegenedés, az elszigetelődés hatása az hát elég tovagyűrűző problémákat vet fel. Na most, hogyha erre még így kicsit fókuszálunk, hogy helyben, az a hely, ahol jól tudjuk érezni magunkat, még értékes is, és ezt így gondolták 100, meg 200, meg 500 évvel ezelőtt is, az szerintem nagyon sokat hozzátesz. A tervek szerint a különböző alkalmakkor egy-egy korszakot felölelve vehetnek részt a kíváncsiak a sétákon, melyeket Lajtai Zoltán építész vezet. Történetünk, a múltunk, egy embernek is az életét, hogyha végig gondolja, a szembe tud nézni a gyerekkorától a múltjával és minden dologban, önkritikával végig gondol mindent, azzal hát nem lesz mindenható, de az adott korban optimálisabb tud lenni minden cselekvése. Hát itt a mi minden, hát a meglévő épületeink, azoknak a története, azoknak a üzenete, a történelmünk, az én már sok városnak végignéztem a történetét, a feleségemmel együtt ugye házaknak a történetét, városok történetét, hát szívszorító, hogy mik történtek ezekbe a történelmi időkbe, és időnként meg szívderítő, ahogy egy-egy felvirágzás egy-egy helyen megvolt, és minden közösségnek más a hangulata, más a személyisége, minden városnak ezért más a személyisége. Csak ezért elmegyünk külföldre, meg mindenhova megyünk turistáskodni, azt Magyarországon meg sokszor pusztítjuk ezeket a szép kis házacskákat, illetve ezt a festői sokrétűséget, mert az embert az gyönyörketteti, hogy a rend és a rendetlenségnek egy sajátos ilyen egyvelege. A séta első részében az Altalipa, vagyis a római magaspart korszakát elevenítették föl, kiemelve ebben a Dunát és a tolnaiak dunai kötődését, mely azóta is tart.